A második világháború végén a maniugárdisták véres bosszúval torolták meg a második bécsi döntést és Észak-Erdély Magyarországhoz csatolását. Az 50 ezer fős, félig civil, félig katonai alakulatok 1944 őszén lőfegyverrel és baltával mészárolták le Székelyföld magyar lakosságát. Szárazajta után Csík és Gyergyó felé, vagyis a Székelyföld belsejébe vezetett útjuk, ahol rablás, fosztogatás és gyilkolás kísérte a halál önkénteseinek útját. Most azok a ma is rettegő túlélők szólalnak meg, akik szemtanúi voltak a vérengzéseknek, és akik bizony 65 éven keresztül őrizték magukban azt a fájdalmat és gyászt, ami 1944 őszén velük történt. Most kellett fogjak, s kettő húzta a nyakat. Fűrésszel vágtak le a nyakot. Mi értek? Miért? Mi gyugodt ki belőlük? Veli a nyak, a gödör. Maradtunk az árva. Még ezt szándős volt, amikor édesokam egy héti betegségvel meghalt, és azután édesanyám árván nevelt. Amikor édesapámat lőtték meg, már fordult rá a sor. Úgy kiáltotta, emberek, mentsenek meg, két gyermeke. De hát nem tudta senki megmenteni. Senki. De azután 66 éve, de még könnyek nélkül most se tudok róla beszélgetni. Nehéz volt. Apa nélkül felnőni. Most tuhaságban. A maniugárdisták egy hónapon keresztül tartották rettegésben Erdély magyar lakosságát. A Gavril Olteanu vezetésével létrehozott önkéntes hadsereg bosszúból, amiért Észak-Erdélyt Magyarországhoz csatolták, 1944 őszén megkezdte a székely magyarság tömeges mészárlását. Ugyan mondogatta mindegyre, hogy nincs irgalom, nincs kegyelem a magyarnak. A volt a jászló, hogy kiírtsák a magyarokat, és akkor övék lesz Erdély ország. Az én mosta apa, ősit volt, kapott 3 lövést. És azt mondta, akkor is az életemet hagyjátok meg. És mire lőttek? Leesett a földre. Felkült, hagyjátok meg az életemet. Bocsássatok meg, azt mondta, akkor is. Mikor rálőttek negyedikszer, hátul itt bement, és itt kijött a dum-dum golyó, a puska golyó. Aval elesett, és aval halt meg. Itt azt kiavarták, hogy este, mikor lelövődözték, hogy magyar vérrel most jól laktunk. Magyar vért ittunk. Székely vért, magyar vért. Nagy bátyámat, vagy 5-5 vagy 6-ot lőttek rá, mert kérte a kegyelmet, de nem adtak neki, addig lőtték. Aztán egy, a fejbe lőttek belé, robbanőgőjúból, és az egyik fel leszakaszottak, úgy esette. Kázzal lábon, gyomra keresztül lőve. A román katonák minden lakást és udvart tüzetesen átkutattak. Ahol katonaruhát vagy fegyvert találtak, ott a családból egy valakinek már is mennie kellett kivégzésre. Pontosan nem is lehet tudni, hogy milyen barbár körülmény között végezték ki ezeket a szerencsétlen magyar férfiakat. Csak onnan lehet sejteni, hogy a holtesteik meg voltak csonkítva. Tehát az is elképzelhető, hogy előtte a szemeiket kiválták. Azok a hozzátartozók családok, akik megtalálták hetekkel később a holtesteket, azok szörnyűségeket meséltek. Úgy meg volt a vára, hogy mindent fogok műtös, orrokászakados, folyt a vér mindenütt. Borzasztó kegyetlenek voltak. Rémhír. Rémhír. Kellett félni tőlük, hogy és kellett csinálni azt, amit ők mondtak, mert ha nem kész, nekik egy golyó nem volt drága sem egy ember.
kegyetlenkedések jelképévé száraz ajta vált. Itt az iskola udvaron 1944. szeptember 26-án a lakosság szeme láttára mészároltak le baltával egy 21 és 24 éves testvérpárt. András, a fészek nyakúból kiányból a nyakó, nem tudtak egybeállvágni, kétszer rohagot hezzok, de akkor sem volt, még kettőt belélődtek. Képzelj el, mikor jöttünk ide, hogy mi volt ott, mikor vettük fel a földről szülőinket, szeretteinket, annak a két testvérnek, amelynek levágták a nyakát. Itt volt az édesanyja, annyira, hogy szinte a vér, amikor elvágta, repiccolódott. Annyira volt. És akkor képzeljék el, és képzelj el, hogy a mi volt. Mi volt akkor? Milyen élet, mi volt, hogy mit tudott elgondolni? Drága. Így volt. Nem lehet ezt feldolgozni, mert ez martírság volt, mert ezek mind ártatlan emberek voltak. Az, hogy miért kell 81 éves öregasszonyt lemészárolni, miért kell lemészárolni 18-20 éves fiatal gyerekeket csak azért, mert katona zubbony találnak, az úr, nem fegyvert, katona zubbony találnak a csűr sarkába. Tehát itt is teljesen egyértelműen mindenféle bírósági ítélet nélkül, különösebb vizsgálat nélkül egyszerűen lemészárolták azokat, akiknek valami konfliktusa volt korábban a románokkal. A maniugárdisták száraz ajta után Csíkszentdomokos irányába vették útjukat. Útközben 8 székelyt öltek meg, majd 44. október 8-án Domokoson újabb vérfürdőt rendeztek. Velük kiásották a sírjukat. Először, és azután lőtték belé a gödörbe. És oda volt a falu apraja, nagyja, már aki odament, hogy nézzék végig, hogy mit csinálnak a magyarokkal. Más bűnök nem volt, csak annyi, hogy magyarok voltak. És akkor én 5 éves voltam, öcsém 3 éves, és maradtunk árva. Mind fiatalok voltak, azt lehet mondani, hogy ott árva maradt, vagy nem tudom mi, egyiknek 3, másiknak 2, nem számított. Nem számított ez nekik. A maniugárdisták száraz ajta és Csíkszentdomokos után Gyergyószent Miklósra mentek, ahol 3 székelyt lőttek agyon. 1944. októberében Egeresen további 13 embert, Bánfi Hunyadon pedig 11 helyi magyar lakost gyilkoltak le. Az egyik ilyen önkéntesnek az 1946-os vallomásából tudjuk, hogy nagyon sok volt a köztörvényes bűnöző köztük. Úgy fogalmazott Emil Bobánke, hogy az önkéntesek 10%-a tisztességes ember volt, volt 40% börtöntöltelék, a többi pedig megbízhatatlan. Tehát el lehet képzelni, hogy amikor végig vonulnak oltánuék az olt mentén Sepsiszentgyörgytől fölfelé, a korabeli sajt, illetve a visszaemlékezők szerint végig fosztogatnak. Itt tartották talán 3 nap magukat, itt főzettek, sütettek, ittak, részegeskedtek, szóval olyan nemzetség volt. Nem, könyörtelenek voltak, hogy másképpen fejezzem ki magamot, könyörtelenek. Egy évvel a tragikus események után, 1945 tavaszán, a brassói haditörvényszék megkezdte a Maniugárda bűnperének tárgyalását. Gavril Oltánu parancsnokot életfogytiglani börtönre, tisztársát pedig néhány évre ítélték el. A hadsereg többi tagját felmentették, az áldozatok halálát pedig háborús balesetnek minősítették. A gárdisták nagy részét felmentik, és a tanúkat pedig a vádlottak padjára ültetik. Teljesen bizarr történet, de elképesztő az, hogy a szenvedőfél egyszer csak azon veszi észre magát, hogy őt vádolják, azzal, hogy román katonákat öltek meg
hogy a front keresztül ment a front, de ez egyszerűen hazugság. Lényeg az, hogy ezek a székelyek éveken keresztül járták a bírósági tárgyas, illetve éveken keresztül ültek börtönben, és soha nem rehabilitálták őket. A vérengzést követően a közvélemény felháborodása olyan nagyfokú volt, hogy a Manyu gárdát kénytelenek voltak feloszlatni. Andrej Visinszky, szovjet külügyminiszter helyettes úgy vélte, Erdélyben önhatalmulag jelentek meg az önkéntes alakulatok, akik nem csak terrorizálták a magyarokat, de aljas fejvadászatot is rendeztek ellenük. Éppen ezért a Vörös Hadsereg 1944. novemberében parancsot kapott a gárda teljes feloszlatására.